Három épület páratlan összeolvadásából jött létre, Székesfehérvár talán leggyönyörűbb építészeti alkotása, a Hímerfont Karafa épület együttes. A Hímerház több mint 3000 négyzetméter alapterülettel bír, felújítására több ütemben került sor. A mintegy 15 esztendős Csipke Rózsika álomból lassan felébred a ház. Az első ütem 2006-ban az Európai Unió 600 millió forintos támogatásával készült el. A második ütem 2008 augusztusáig tartott, és a norvég finanszírozási mechanizmus támogatásával valósult meg 835 millió forintos költségvetésből. A harmadik ütem pedig a belváros rehabilitációjának folytatása című pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A felújítás jó példa a ciklusokon átívelő széleskörű összefogásra. Norvég alapból indult el maga a beruházás annak idején. Európai Uniós források biztosították például a harmadik ütemnek a megvalósítását, hiszen egy közel 800 millió forintos támogatás volt önmagában a harmadik ütem tekintetében. Összességében a Hímerház több mint 2 milliárd forintból újult meg. A magyar állam is adott ehhez támogatást és forrást, és az önkormányzatunk is biztosította azt az önrészt mind a három ütemnél, ami szükséges volt ahhoz, hogy az egyes ütemek, azaz most már az egész épület együttes felújítása megvalósítása. A most elkészült beruházással vált tulajdonképpen teljessé a ház. Az építési munkákat jelentős kutató munka és régészeti feltárás előzte meg. Az építés során komplett és korszerű felújítást végeztek a szakemberek az épület műemléki értékeinek megőrzése mellett. A műemlékvédelem speciális az építőiparon belül, ugye, mert az általános építőipari elvárásoknak, jogszabályoknak, előírásoknak, munkavédelemnek, stb. Mindennek meg kell felelni. Azon belül a műemlékvédelem annyiban speciális, hogy még egy hatóság belép a rendszerbe, a műemlékvédelmi hatóság, és ő szigorúan figyeli, hogy azért meg kell felelni a műemlékhelyreállítás követelményeinek, tehát nem lehet csak úgy elbontani egy fal darabot, mielőtt nem konzultáltunk, egy festést leverni a vakolattal együtt. Rendezvényterem, kiállítóterem és egy korszerű bálterem is helyet kapott a harmadik ütemben elkészült épület részben. Emellett az idei év végétől, de legkésőbb 2012. januárjától a Baba Múzeum is átköltözik az épületbe. A műszaki átadással egybekötött sajtótájékoztatón elmondták, a kivitelezés 252 napot vett igénybe. A berendezések és bútorok elhelyezése az elkövetkező hetekben megtörténik. Ezt követően pedig ünnepélyes keretek között adják majd át a Hímerház ezer részét is a fehérváriaknak. Nem titkolt cél pedig, hogy a Hímerház valóban a városháza legyen, és virágzó közösségi életnek adjon otthont.